Lajkó Félix egyik dalát a Tutti Tótfalusi gyermekzenekar előadásában hallhatta a közönség, a művész a védnöke a Vajdasági Tehetséggálának. A rendezvényen 24 vajdasági diák és fiatal részesült elismerésben, akik a tudomány, a művészet és a sport különböző területein jeleskednek. Nagyon meglepődtem, hogy engem választottak a zene kategóriába az egyiknek, és örültem neki. A tehetséges általános és középiskolások, illetve egyetemisták mellett a kiemelkedő pályakezdők munkáját is elismerésben részesíti a VAT. A tehetséges fiatal kategória díjazottja Lőrinc Tíme, a Zentai Magyar Kamara Színház színművésze. Díjat kapni nagyon nagy elismerés, de egyben nem is tudok mit kezdeni még a helyzettel, tehát szokom ezt, hogy elismerést kapok. Furán érzem magam, de egyben nagyon jó, és nagyon jó esik, amikor az emberek jönnek, de akár egy-egy előadás után is mindig nagyon örülök, vagy bármikor, amikor elismerést kapok. A Vajdasági Tehetségsegítő Tanács két tehetségnagyköveti díjat is odaítélt. Kinka Rita zongoraművész és Penovácz Endre festőművész részesült ebben az elismerésben. Minden elismerés díj jól esik, ezt nem tagadhatom, nem. De ez kötelezettséggel jár. Ez az a közhely, amit el szoktunk mondani, de ez igazából így van. Utána is bizonyítani kell, hogy ezt kiérdemeltük. A VAT 5. alkalommal szervezte meg a tehetséggálát. Ez az odafigyelés, a megbecsülés és az ünnep jellemében zajlik a mai nap. A VAT célja a vajdasági általános, közép- és felsőoktatásban részesülő diákok tehetségének felismerése, fejlesztésének folyamatos támogatása.